Jó napot kívánok! Itt a novella 7, a hatodik nap. Ugye 7 nap, 7 könyv, 7 történet, amit kiadtunk. Azokból ma a 33 rövid történet és néhány hosszabb című novellás kötetből. Valaminek az első felén rövidebb, kicsit grotesz történetek, a fele pedig egy ilyen visszaemlékezés sorozat. Ennek az elejére van kírva ez a kicsit ilyen ironikus önportré is, ami így szól, én vagyok a legszebb, legokosabb, legügyesebb és legerősebb, mondta Hópei társainak, és elolvadt a gyönyörűségtől. Hát ugye, óvatosan ezzel a dologgal és az alázatossággal. Hát Franz Kafka emlékére ezt a történetet fogom felolvasni, ugye Franz Kafka, ami annak idején középiskolai tanulmányunkban benne volt az olvasókönyvben, amikor Gregor Samsa egy reggel arra ébredt, hogy bogárrá változik, és hogy akkor mi van ebből. Most ennek a 24. századi változata van, hogy mi történik ma, hogyha Gregor Samsa most bogárrá változik. És akkor ezt olvastam föl egy kicsit tisztelegve Franz Kafkának és az íróknak is, és nem feledve ezt a lázatosságról szóló, csak óvatosan a nagy képűséggel, mert aztán belehalunk című történetet. Franz Kafka emlékére. Gregor Samsa egy reggel arra ébredt, hogy pattanás nőtt az orrára. Mit az orrára? A szép ívelésű orra hegyére, pont oda, egy óriási vörös furunkulus. Ez rettenetes, gondolta, miközben gondosan minden oldalról szemügyre vette arcát a tükörben, így nem mehetek ki az utcára. Óvatosan megtapogatta az orra hegyét, fájdalmasan felsziszent, ezzel a borzalmas vözös izével úgy nézek ki, mint egy orszarvú bogár. Így igazán nem mutatkozhatom az emberek előtt. Gondolkodott, hogy felébressze a szüleit, akikkel együtt él. Bolond lett volna elköltözni, amikor itt főznek rá, mosnak rá, a kedvét keresik. Ám bár apja, mintha mostanában morgósabb lenne, anyja meg állandóan nyögdécsel, direkt azért, hogy ő észrevegye, de azért sem reagál, ezt a játékot nagyon is jól ismeri. Az öregek meg amúgy is mindig jajveszékelnek mindenért, lehet, hogyha most bemegy hozzájuk, akkor se fordítanának rá kellő figyelmet. Szóval egyre nehezebb velük, de ő aztán kitart, ilyen ócska dolgokkal nem lehet nyugtalanítani se, hanem a pattanás. Most mi legyen? Ha bemegy az irodába, mindenki őt fogja bámulni, vagy ami még rosszabb, úgy tesznek, mintha észre se vennék, de a háta mögött összenevetnek, ismeri ő mindet, irigyek, nem becsülik meg kellően, aztán meg ráakaszkodnak. Talán ha lenne itthon valami szer, ami leszárítja ezt az izét. Orszarvú bogárként mégse léphet ki az ajtón. Fúj! A bogarak amúgy is olyan undorítóak. Hol lehet valami gyógyszer, ami a kényes bőrére rákenhet? A tükrös szekrényben nincs, a testápolók között nincs, egyszerűen sehol sincs, meg lehet őrülni. Kétségbe esetten fordult vissza szobájába. Ő már csak egy nagy bogár, helye sincs az életben. Majd ha anyja felébred, és meglátja, mi történt vele, majd ő betelefonál az irodába, és elmondja, hogy megbetegedett a fia. Az apját pedig ne engedje be hozzá, és egyáltalán senkit se. Ennek nem szabad kitudódnia. Gregor Samsa visszabújt az ágyba, és fejére húzta a takarót. Álmában tévében mondó volt, híres emberekkel beszélgetett, és mindenki őt irigyelte. Hát itt a novella vége, ez volt az utolsó előtti nap, holnap jön az utolsó. Érezzétek jól magatokat, szép nyarat mindenkinek, viszont